Az idei harmadik Sátoraljóhelyi adventi hétvégén hagyományteremtő céllal egy szeretett kört alakítottak ki. A kezdeményezés célja az összefogás és összetartozás kifejezése volt. A szeretett kör a cserkészeknél ismert kifejezése az egységnek, hiszen ha mindenki megfogja a mellette álló kezét, akkor mindenki mindenki kezét is fogja. A városvezető köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki segített megvalósítani a kört, és azoknak is, akik részt vettek benne. Én nagyon örülök annak, hogy sikeres volt ez a program, rengetegen voltak. Talán most többen voltak, mint az első két gyertyagyújtásnál összesen. Nagyon sokan örömmel fogadták el a meghívást, és a program végén alkottunk nem egy, hanem sok-sok kört, világítva mécsesekkel, telefonkijelzőjével, hol sétálva, hol állva, hol másfajta mozgással. Köszöntöttük egymást és a várost, és ez a tiszteletről és a egymás megbecsüléséről és a szeretetről szól. Én úgy vettem észre, hogy nagyon lelkes volt a fogadtatás. Köszönöm azoknak, akik ebben közreműködtek. Az óvónők, a gyerekek, voltak jócskán táncosok. Nagyon köszönjük nekik az együttműködést. A városvezető úgy érzi, hogy sikerült a célt elérni a programponttal. Látványos is volt, és azt hiszem, hogy elérte a célját. Azt gondolom, hogy átment az üzenet mindenki számára. Ez a város nem a széthúzás városa, hanem az összefogás városa. Ettől többet az ezüst vasárnap a rózsaszín, az öröm színét jellemző gyertya meggyújtásánál nem is lehetett kérni, kívánni. A szeretetkör egyik megálmodója Stumpf Imre Jánosné volt. Évekkel ezelőtt a Hétszínvirág óvodában egy rendezvény kapcsán volt szerencsém ajándékba kapni egy szeretett üzenetet, amire az volt írva a papírra, hogy ahol nagy a szeretet, ott történnek csodák. Én azt gondolom, hogy vasárnap este Sátoraljóújhelyben egy nagy csoda történt, amikor is a több száz ember megmutatta a szeretet és az összefogás erejét egy szeretett körben itt a város főterén. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki az előkészítő munkákban partnerünk volt, és azoknak, akik elfogadták az önkormányzat és a civil kezdeményezés meghívását, és eljöttek ide velünk együtt ünnepelni, és a karácsonynak a érzéseit átélni. A tanácsadó hozzátette, a kör megvalósulása után már aznap este és másnap is rengeteg visszajelző üzenetet kaptak a résztvevőktől. Köszönjük szépen az elismeréseket és a mosolyokat, és ha lehetőségem van rá, akkor egy üzenetet mindenképpen szeretnék megosztani önökkel a sok szép és szívhez szóló mondat közül, de talán ez az, ami a legfrappánsabban és a leglényegre törőbben megfogalmazta vasárnap estének a küldetését. Gratulálunk! Nagyon jó ötlet volt a szeretett kör. Ahogy az arcokon láttam, a mosolyokból és az egymásra nézésekből szerintem mindenkinek a szívéig hatolt az az érzés, amit a karácsony valójában jelent és jelképez. Az egymás iránti tiszteletet, megbecsülést és szeretetet. Írta ezt egy fiatal édesapa. A tervek szerint a szeretett kört jövőre is be fogják iktatni az adventi programkavalkádba, hiszen a visszajelzések erre sarkalják őket. Tették hozzá a szervezők.